Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, a Makói Városi Televízió péntekesti híradóját látják, a hét legfontosabb híreiből válogattunk. Katasztrófa felszámolási gyakorlat az M43-ason. Nagy sikerű volt a Makói Nyer második előadása. Véget ért a Makói Amatőr Labdarúgó Bajnokság. Múlt hét csütörtökön ünnepélyes keretek között Makón tartották a Csongrád megyei egészségügyi ellátóközpont Hódmezővásárhely Makó Szemmelweis napi ünnepségét. A rendezvényen a makói és a vásárhelyi dolgozók közül 46-an részesültek főigazgatói dicséretben. Július 1-én ünneplik az egészségügy az egészségügyi dolgozók napját, amelyet Szemmelweis Ignác neve fémjelez. A Csongrád megyei egészségügyi ellátóközpont Hódmezővásárhely Makó városunkban a koronaszálló dísztermében rendezte meg a Szemmelweis napi rendezvényét. Az ünnepségen a város polgármestere is köszöntötte az egészségügyben dolgozókat a Szegedi Egyes Számú Belgyógyászati Klinika kapuja fölötti idézettel. Ezerféle módon halunk meg, de egyféleképpen születünk. Az emberi betegség ezerféle lehet, az egészség azonban csak egy. A makói és a vásárhelyi kórház integrálódása óta közösen ünneplik ezt a napot. A két intézmény közel 1000 dolgozója közül idén 46-an részesültek főigazgatói dicséretben. Ebben az évben is mindkét kórházból 20-20 jelöltet, 20-20 főt részletítünk dicséretben, őket minden évben a felettesei, munkatársai, közvetlen felettesei terjesztik fel, és a menedzsment döntése alapján választjuk ki, hogy ki az, aki a legjobb, a jó között. Idén annyit változtattunk, hogy ne csak a több évtizede itt dolgozó munkatársakat részesítsük ilyen dicséretben, hanem picit forduljunk a fiatalok felé is. Így ezen alkalommal olyan 6 fiatal munkatársat is díjaztak, akik munkájuk során kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. A makói kórház dolgozói nevében dr. Gúk Csaba főorvos mondott beszédet, az anyák megmentője 150 éve halt meg, nevét a világ legnagyobb orvosai között tartják számon. Napjainkban is szükség van Szemmelweis Ignácokra, és igen, Szemmelweis kultusza napjainkban is időszerű. Minden dicsőrő jelző között, amelyet Szemmelweist illetik a legszebb és legtöbbet mondó, az anyák megmentője. Ebben benne van minden. Élete, hite, harca, munkássága. Ez a kifejezés milliók megváltását jelenti. Tudományosan talán nem a legtöbbet, de a legmagasztosabbat, amelyet az orvostudomány valaha az emberiség értett. A Szemmelweis napról keddi és szerdai híradónkban láthatnak majd riportokat. Az M43-as autópálya makói lehajtójánál katasztrófa felszámolási gyakorlatot rendezett a rendőrség, a mentőszolgálat, a Vöröskereszt és a katasztrófa védelem hétfőn. A színlelt balesetben egy autóbusz és 3 személygépjármű ütközött össze, valamint egy veszélyes anyagot szállító tartálykocsi és egy személyautó ütközött. Délelőtt az M43-as autópálya makói lehajtójánál, a már elkészült, illetve átadásra váró szakasz találkozásánál a rendvédelmi szervek együttműködési gyakorlatot tartottak, ahol színlelt tömeges közlekedési baleset következményeit számolták fel. Ez egy még át nem adott szakasz. Megkaptuk a lehetőséget, hogy így gyakoroljunk, ami nagy szó, hiszen gyakorlat céljából egy autópályát lezárni majdhogy nem lehetetlen, hiszen annak állandóan működnie kell, haladnia kell a forgalomnak. Úgyhogy ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy gyakorolni tudjanak nem csak a tűzoltóink, hanem az országos mentőszolgálat, a Vöröskereszt, a rendőrség erői, vagyis mindazok, akik egy-egy ilyen káresetnél együtt kell, hogy dolgozzanak. A gyakorlaton két baleset helyszínén is dolgoztak a rendvédelmi szervek. Az egyik balesetben a feltorlódott kocsisorban egy kénsavaszt szállított tartálykocsinak koccant egy személygépjármű. A másikban egy autóbusz és 3 személyautó ütközött, amelyekben összesen 25-en ültek, közülük 12-en sérültek meg különböző mértékben. A sérülteket a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt imitátorai játszották el. 4 éve imitálok rendszeresen, és nagyon jó volt, mert nagyon szakszerű volt az ellátás, és nagyon ügyesek voltak, és tényleg mindenre figyeltek. Az egyik kocsiból vágtak ki, és arra is figyeltek, hogy le legyek rendesen takarva, hogy ne, hogy az üvegszilánk rám essen, szóval tényleg nagyon ügyesek voltak.
Erre a gyakorlatra most úgy készültünk, hogy kettő feladatot láttunk el. Az egyik az imitátoroknak a biztosítása, ami az első segélynyújtó tevékenységünknek szerves része, hogy felkészítünk olyan fiatalokat, akik ismerik a sérüléseket, és el tudják játszani azokat az élethű tudnivalókat, ami egy-egy sérülést segít beazonosítani a mentősöknek. A Vörös Kereszt másik feladata az volt, hogy pszichoszociális sátrat állítson fel a tömeges baleset helyszínén. Itt a sérülés nem szenvedő résztvevőket vették kezelésbe, ami lelki gondozás jelent. Ez a feladat is nagyon fontos, hiszen ezek az emberek egyébként sokkos állapotban kószálnának az autópályán. A gyakorlatra különböző városokból, Makorról, Szegedről és Hódmezővásárhelyről érkeztek a mentőerők, akik megfeleltek az elvárásoknak. Nagyon jól sikerült, én úgy gondolom, hogy önök is láthatták, hogy mindenki maximális professzionalizmussal hajtotta végre a feladatait. Mindenki tudta a dolgát, pedig minden egységet, ez vonatkozik a rendőrökre és a mentőszolgálat munkatársaira is, a feltételezés tudásának hiánya nélkül indítottunk útba. Csak annyit tudtak, mint egy éles esetben, tehát hogy itt baleset történt, több jármű, több sérült lehet a helyszínen, és ennek megfelelően végezték a beavatkozásokat. A helyszínre 26 tűzoltó, 6 mentőautó és egy tömeges baleseti egység érkezett. A rendőrség munkatársai 4 helyen is zárták a pályát, ahogy egyébként ezt éles esetben is tennék. Az újvárosi katolikus plébánia immáron 9-1-ére tartotta meg hagyományos Szent László napját múlt héten. A nap szent misével kezdődött, majd gyermekprogramokkal és egészségügyi szűrésekkel várták az érdeklődőket. 1912-ben épült Újvároson a katolikus templom, melyet védőszentjéről, Szent Lászlóról neveztek el. A plébánián hagyomány, hogy László nap környékén közösségi programot szerveznek az egyház közösség tagjainak és a környékbelieknek. A Szent László napot idén az újvárosi városrész nappal egybekötve tartották meg vasárnap. A programok délelőtt 11 órakor szentmisével kezdődtek, amelyet az újvárosi származású atya Gruber László celebrált, majd Farkas Éva Erzsébet polgármester köszöntött a híveket. Ezen a napon avatták fel az 1509-es számú Szent László cserkész csapat újdonsült cserkészeit is, akik szeretnek a közösség hasznos tagjai lenni. Jók a játékok, meg az a jó, hogy sokat szoktunk nevetni, meg csak hasznos dolgot csinálunk. A Szent László napi programok közt népi játékok, jurta, kézműves programok szerepeltek, de sokakat vonzott az íjászat is, melyet a Bökény Népe Kulturális és Harcművészeti Egyesület mutatott be a templomkertben. Belejöttem. Azt is tudom, hogy kell beletölteni, és most már azt is, hogy kell a tollasnak, hogy kell állni. Miket próbáltál még itt ki? Csináltunk ilyen bőrkarkötőket, és utána azóta mindig ijászkodunk. A rendezvényen az egészségfejlesztési iroda is képviseltette magát. Sátraikban különböző szűrésekkel mérhették fel egészségüket az érdeklődők. Egy ilyen egészségfelmérő teszt csináltunk. Milyen eredményt mutat? Felszír és izom arányt mutatja. Miért jó, hogy van itt ilyen program, ezt is ki lehet próbálni? Hát az emberek egy kicsit tesztelhetik, hogy hányadán állnak az egészségükkel. A plébánia életében rendkívül fontos szerepet tölt be a Szent László nap, hiszen a rendezvénynek nagy közösség összekovácsoló ereje van. Éppen ezért szervezik meg évről évre egyre nagyobb formában. Továbbra is azt képviseljük, hogy ez a templom itt Újvároson legyen ténylegesen az újvárosiaké, tehát mindazokat, akik itt élnek, fogjuk össze, próbáljuk ezt az itt élő népet közösséggé formálni, és természetesen nem csak a katolikusokat vagy a keresztényeket értve ez alatt, hanem minden jó akaratú embert, úgyhogy ezért várunk mindenkit. A Szent László napról bővebben jövő heti társalgónkban láthatnak majd összefoglalót. Élettel telt meg az eddig üresen álló Korona éttermi része. A makóiak és a turisták legnagyobb örömére kávézót nyitott a város. Újra kinyílt a Korona kávézó részlege városunk főterén. A vendéglátó ipari egységet a város gazdálkodási non-profit Kft. Üzemelteti. Az idő az nagyon befolyásolt, hogy ez nyilvánvalóan sokan vannak a téren jó időben, akkor többen látogatnak hozzánk, illetve a hétvégi forgalom azért nagyobb. Az eddigi bő egy hetes tapasztalat alapján. A nyitvatartáson hétköznaponként 9 órától 9 óráig vagyunk nyitva, pénteken és szombaton pedig 10 órától 10 óráig.
és nagy szeretettel várjuk még felszolgálók jelentkezését, akár itt, akár pedig bent a Városgazdálkodási Kft-nél egy önéletrajz kíséretében. Az ide betévedők fagylalt kelyheket, limonádékat és kávé különlegességeket kóstolhatnak meg. Karamellás, vaníliás, illetve kókuszos kávékkal, ezen kívül sékes kávékkal is kedveskedünk. A kávézóba a makójak mellett szívesen ülnek be a városunkba érkező vendégek is. Szerintem nagyon korrekt hely és nagyon kedves a kiszolgálás, meg szép, jó. Honnan érkeztél? Szegedről. Szerinted ez a hely Szegeden is megállná a helyét? Szerintem meg. És hogy ízlik a kávé, de mit rendeltél? Nagyon finom. A tervek szerint a kávézó egész nyáron nyitva tart majd, és ha lesz rá igény, akkor ősszel és télen is várja majd a vendégeket. Teltházas közönség előtt mutatta be a pátfalvi lakodalmas háromrészes táncjátékot a Maros Tánc Együttes. A makói nyár második előadása óriási sikerrel zárult. Harmadik ízben állították a színpadra és adták elő a pátfalvi lakodalmast a városunkban méltán nagyhírű és elismert Maros Tánc Együttes tagjai. Először 2000-ben mutatták be, majd 2006-ban aranylakodalom formában újították meg. A Tánc Együttes most úgy gondolta, ismét színpadra állítja és ezúttal a makói nyár programjának egyik előadásaként mutatja be. Ez nagy elismerést jelent a Marosnak. 15 évvel ezelőtt, akkor magunk örömére készítettük ezt a táncjátékot az akkori táncosokkal, és úgy gondoltuk, hogy úgy oldjuk meg ezt a problémát, hogy a mi támogatóinkat hívjuk meg, meg azokat az embereket, akik szeretnek bennünket. Most viszont úgy kinőtte már magát ez az együttes, hogy úgy gondoltuk, talán érdemes arra, hogy egy városi rendezvény sorozat egyik előadása lehessen. A táncjáték három részből állt, az elsőben az ifjú pár búcsúztatása és az esküvő szerepelt, a másodikban a lakodalom, még a harmadik a hajnalig tartó mulatozással és az újasszony tánccal zárult. A darab nem csak táncban bővelkedett, nem maradtak ki a narratív, lírai és a párbeszédes jelenetek sem. A darab rendezésében ezúttal is Kovács Tibor segítkezett. Gyakorlatilag a táncok különbözősége, de a narratív dolgok, az epikus részek, azok majdnem ugyanazt a tematikát mutatják, mint a korábbiak. A további érdekesség az egész előadásnak, hogy 15 évvel ezelőtt, az első előadáson, akik még kicsiként szerepeltek, és a lakodalmas első részében léphettek csak föl, hiszen ők már később elvileg is elaludhattak, azok most a fölnőtt táncosok között vannak, és ropják majd azt a táncot. Érdekes látni számomra, hogy 15 év alatt mennyit változtak ezek az emberek, ezek a gyerekek. A színpadon mintegy 140 táncos szerepelt, a lakodalmi muzsikáról 11 zenész gondoskodott. Az ifjú párt a 18 éves Kurai Abigél és a 22 éves Gyulai Kristóf alakította. Mindketten hosszú évek óta táncolnak az együttesben, ezért is esett rájuk a választás. Habár a fiatalok az életben nem alkotnak egy párt, most mégis ezt kellett eljátszaniuk. Jelenleg nagyon izgulok, és hát remélem, hogy a maximumot tudom nyújtani. Hát nagy megtiszteltetés, és jó érzés is mellette, persze. A pátfalvi lakodalmas első része pénteken 18 óra 15 perctől látható a Makói Városi Televízió műsorán, de összefoglalót is megtekinthetnek a szereplőkkel készített interjúkból jövő hét csütörtökön a Társalgó című műsorunkban. Rövid híreink következnek. Heteken belül meg kell kezdődni az ideiglenes határzár létesítésének a szerb-magyar határon, jelentette be csütörtöki parlamenti sajtótájékoztatóján Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter. A kormány nem tud 4-5 hónapot várni. Ennek érdekében a miniszterelnök azt a döntést hozta, hogy az ideiglenes határzár megvalósításának minél hamarabb meg kell történnie, tehát a szerb-magyar határ 175 kilométeres szakaszán minél hamarabb föl kell állítani Magyarország és Szerbia között magyar területen a korábban ismertetett föltételek mellett az ideiglenes határzárat. A miniszterelnökség vezetője elmondta továbbá, hogy a kormány vizsgálja azokat a híreket, amelyek szerint embercsempészek által szervezett útvonalakon érkeznek az illegális bevándorlók. Lázár János a sajtótájékoztatón javaslatot tette a legalacsonyabb jövedelmű közszolgálati dolgozók bérének 50%-os emelésére.
A miniszter ismét szóba hozta, hogy három területen, az építésügyben, az adó eljárásokban és az uniós pénzek kifizetése területén a bürokrácia csökkentése a legfontosabb feladat. Az ezzel kapcsolatos konzultációs kérdőívet 175 ezeren töltötték ki a járási hivatalokban. Az országos tisztifőorvos július 4-e szombat 0 órától július 8-a szerda 24 óráig a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást adja ki, amelyet akkor rendelnek el, ha legalább 3 egymást követő napon eléri vagy akár meghaladja a napi középhőmérséklet a 27 Celsius fokot. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint szombattól a napi átlaghőmérséklet mindenütt meghaladja a 25 Celsius fokot. Vasárnap 27 Celsius fok körüli értékek várhatók, a jövő hét első három napján néhol akár 30 fokos középhőmérsékletre is lehet számítani. A jelenlegi előrejelzések szerint szerdán este várható egy hideg front, amely véget vethet a kánikulának. A hőségriadó alatt figyeljünk a fokozott folyadékbevitelre. Makón a Szennyvíz csatorna hálózat kiépítése után maradt úthibák megnehezítik az ott lakók életét. Kovács Sándor önkormányzati képviselő június közepén kérte a kivitelező céget a garanciális munkák elvégzésére. A Sirkert utcában a héten betonozással megkezdődtek a munkálatok. A polgármesteri hivatal műszaki csoport tájékoztatása szerint az útjavítási munkálatoknak a másik érintett utcában, a Kálvin utcán július 9-re kell befejeződniük. Erről bővebben jövő heti híradónkban számolunk be. Múlt héten véget érte a makói amatőr labdarúgó bajnokság. A történelminek mondható első szezont a Kontinentál csapata nyerte. A díjátadó a Mozgások éjszakáján volt. Május közepén kezdődött és múlt héten ért véget az első makói amatőr kispályás labdarúgó bajnokság. Az aranyérmet a Kontinentál szerezte meg, ezüstöt az aranycsapat, bronzot a Mannaház ért el. Mögöttük Zsivodán, Irányi Söröző, Olimpik, Lángszórós Alakulat, Senkik, Tipsmix és Golvadászok lett a sorrend. A csapatok nagyon vártak, érdeklődve mentek minden mérkőzésre. 11 csapat nevezett, végülis 10 fejezte be, mert volt egy csapat, aki időközben elkopott, sok mérkőzés felőrölte a játékosokat. Nagyon pozitívak a visszajelzések, persze voltak kritikák is, mert minden tornán vannak kritikák, olyan lehetne jobbá tenni, tehát ezek építőjellegű kritikák voltak. Sajnos az időjárás nem mindig volt a csapatok és a játékosok mellett, mert többször el kellett halasztani az eső miatt a mérkőzéseket. Összességében el lehet mondani, hogy nagyon eredményesen zártuk ezt a bajnokságot, és minden biztatást megkaptunk azzal kapcsolatosan, hogy jövőre is szeretnék, hogyha ez a bajnokság folytatódna. A bajnokság legjobb kapusa Benyó Zsolt lett a Kontinentálból, a legjobb játékos Herceg Barnabás a Senkikből. A legsportszerűbb játékos címet az Irányi Söröző Árva Szabolcs kapta, míg ugyanezt az elismerést csapat szinten a Golvadászok érdemelték ki. A legtechnikásabbnak a Konti Tekes Ács Norbertet választották, míg a gólkirály 13 találattal Baranyi András lett az aranycsapatból. Sokat küzdöttem, ezért legalább, ha már több nem sikerült. Hát úgymond nem lettek volna erősek, mert elbírtunk volna velük, de elrontottuk. Így ez is téren maradt. A bajnokságban mindössze 2 darab gól nélküli meccs volt. A leggólgazdagabb találkozót a Zsivodán és az Olimpik vívta egymással, ott 12 találat született. A legtöbb gólt az aranycsapat szerezte, szám szerint 35-öt, míg a legkevesebbet a gólvadászok érték el, ők csak 6-ot lőttek, emellett pedig ők kapták a legtöbbet. A legkevesebb gólt a Kontinentál kapta, 9 találkozón csak 4-et. Az olimpikes Harcsás Ádám a Senkik ellen 4-et lőtt, ami rekord. Többen mesterhármast értek el, Mátó Árpád a Zsivodánból, Kovács László az Olimpikből, valamint Rudis Ferenc és Tóth Timoteusz a Mannaház Sörözőből. Híradónk végén lássuk még egyszer a legfontosabbakat röviden. Katasztrófa felszámolási gyakorlat az M43-ason. Nagy sikerű volt a makói nyár második előadása. Véget ért a makói amatőr labdarúgó bajnokság. A hírek után néhány szó a hétvégén várható időjárásról. Hétvégén igazi nyaraló idő lesz, mindkét nap derült idő várható, szinte alig lesz felhő az égen, csapadék kizárt, tovább erősödik a nappali felmelegedés. A reggeli órákban 18, a délutániakban 33 fokos kánikulára készülhetünk.
Kedves nézőink, Önök a Makói Városi Televízió péntekesti hírösszefoglalóját látták. Ne felejtjék, hogy anyagainkat újból megtekinthetik a Makói VTV YouTube csatornáján, illetve a www.makotv.hu weboldalon. A híradót követően pedig 18 óra 15 perctől a Maros Tánc Együttes Pátfalvi lakodalmasának első részét tekinthetik meg. Én mára megköszönöm figyelmüket, köszönöm, hogy velünk tartottak. Legközelebb majd hétfő este várjuk Önöket friss híradóval ugyanebben az időpontban. Szép hétvégét kívánok, viszontlátásra!